Sziasztok! Sziasztok! Egy hosszú szünet után újra elmegyünk egyet kirándulni a Sünser Seehez. Itt vagyunk Vorarlbergben, Ausztriában. Tartsatok velünk! Örülsz, hogy végre kijöhettünk a házból? Végre! Jó érzés a friss levegőn lenni egyet. Itt most balra lesz az irány. Ott írja 1,5 óra. Nekünk valószínű jóval többen. Elég kemény a terep már. Jó, hogy nem jöttünk babakocsival. Esélytelen lett volna itt bármerre is menni velem. Ez egy ilyen hágóút félem. És rengeteg motoros furikázik itt. Élvezik a sok kanyart. Egy kis híd. Jó meleg van, a reggel még esett az eső. Gondolkodtunk is, hogy elinduljunk, vagy nem. Aztán jó döntés volt. Kezd még jobban kinyílni a táj. Ott a messzi hegyek még havasok. Ott is van egy kevés hó még. Fel a tóig, 1,5 óra. Néztem térképen, egy 8 kilométeres körutat mutatott, tehát körülbelül 4 kilométer fel a tóig nekünk. Térképen ezt az utat mutatta lejönni, másik irányba kellett volna elinduljunk, hogy megtegyük a kört, de lehet, hogy akkor másik úton próbálunk meg lejönni. Krisztián valami állatnyomot talált, valami zergék, vagy őz, vagy nem tudom mi lehet. Haladunk. Itt van június 4-e. Az idén még nem jutottunk el túrázni. Csak ilyen rövidebb kis erdei sétákra voltunk, de hát érzik, hogy nem vagyunk csúcsformában. Hogy érzed, Krisztián? Tökéletesen. Hogy nem vagy? Nem vagyok csúcsformában. Fel is út, le is út, ott lent is van valami út. Megpróbáljuk a... Megpróbálom az alsót. Nagy sziklák vannak? Jó. Megpróbálok itt lent menni. Itt is vannak nagy gyökerek. Kövek. Oh. Hello. Várjál, mert a karja kint van. Tegyem be.
Tedd be a karodat oda. Mehetünk. Nagyon szép a táj. Szerintem egy fa ki van dőlve. Krisztián majdnem megfejelte. Táj az lenyűgöző. Igen. Éregzet elállított. Még van egy icipici hó. Ott. Egyet lehűsítsük magunkat. Kezd egy kicsit unatkozni már. A kis baba. Hideg. Hideg. Nem tetszik. Hát az a helyzet, hogy ott is volt egy parkoló, és ott fel lehet jönni így. Úgyhogy lehetettünk egy nagy kerülőt a semmiért. Na mindegy. Ott lent lesznek táblák, majd megnézzük, hogy mi a helyzet. Alpe Portla, 1726 méteren vagyunk most. Lássuk, mit mutat itt a tábla. Itt vagyunk most, és itt van a tó, ahol fel akarunk menni. Elég durva. Mi? Elég durva, mondom, mit szólsz? Az. Nem kapok levegőt. Most kezdődik a túra része. Szinte azt mondtam, nagy fejszébe vágtuk a fejünket, de valahogy úgy érezzük magunkat. De a táj az kárpótól. Mások még most jönnek le. Vagy ott jobbra. Átjöttünk az egyik gerincem, most beértünk ide a völgybe, és akkor valahol ott kell legyen a még egy kis völgybe benne a tó. Táblán írt, hogy innen még 40 percet. Egész jól néz ki. Nagyon szép. Haladunk, haladunk. Kis visszapillantó. Szép nagy völgy. Kis bozótos. Bozótos itt is. Sajnos GoPro-val nem nagyja vissza.
ott azokat a havas hegyeket, de látjuk már a tavat. Sajnos az sem látszik pontosan. Ott van. Ott. Várjál, tartsad. Ott valahol. Sietünk. Kezdve egy kicsit türelmet kell lenni. Hát kell mennünk a havon. Egyet szánkózni, mi? Ja. Szép lenne. Ja. Június van, még mindig só van. Nagyon szépen látszik most a táj. Szerintem már nem vagyunk messze. A tó valahol ott balra bent van a völgybe. Jelzi ott a sírosat. Jó. Meg volt a kaja, pihenés. Elindulunk tovább. Jöttek valami kirándulók. Mondták, hogy el lehet menni így balra le a tóhoz. Úgyhogy már nem sok van. Nagyon szép kilátás volt az ebédhez. Most tudom, merre megyek. Milyen érdekesen látszik a víz alatt még a hó. Igen. Milyen szépen kékes. Igen. Milyen különleges látvány. Nem talált. Nem is akartalak. Na, azt mondja, nem is akart. Majdnem talált. És meg lett a tó is. Ott van a tó! Ott van messze az a pici. Ott a tó, de csak innen fentről csodáljuk meg. Igen, ott. Feltámadt a szél, már 3 óra múlt, pár perccel. Megcsodáltuk innen fentről, most nem megyünk le, hanem megpróbálunk ezen az úton elmenni, és körbe másik úton vissza találni az autóhoz. Na, megérte a látvány, tetszett? Igen, nagyon szép volt. Megerőltető? Hát egy kicsit. Így az év első túrájának. Igen. Nem voltunk teljesen felkészülve. Az a helyzet, hogy abba az irányba
Amúgy amerre kéne mennünk, nem mutat semmi utat. De kinézzünk oda egy kicsit. Jövök. Ó. Wow. Oda kellene felmennünk még. Oda egy kicsit. Jó. Ha már itt vagyunk. Menjünk. Milyen nagy völgyek. Ja. Ez aztán a pazarlatvány. Na, mi úgy abba az útba kellene menjünk. Igazából így a gerincen kéne így végigmenni, ott megfordulni, és ott megy le az út. De Krisztián azt mondja, hogy le tudunk menni itt a domboldalban. Úgyhogy megpróbáljuk. Villanypásztornak van az oszlopaim. Kis táborhely, sátorozóhelynek milyen kellemes lenne reggel itt felkelni erre a látványra. Nem lesz egyszerű, azt már látom, hoppá. Ja, ez nagyon meredek. Haladunk, már jó sokat jöttünk le, egész onnan fentről. Úgy. Szépen lassan oldalazva. Micsoda kő omlás. Nem értünk az útba. Itt van. Ja, ott a jel. Ott is egy jel. Valahol. Ügyesen levezettelek a hegyre? Nagyon ügyesen. Köszönjük szépen. Ügyesen. Meg kell állni a pillanatra. Jó sziklás oldal. Azt hiszem, hogy itt kellett volna jöjjünk, vagyis legalább térképen, amit kinéztem. De hát mindegy. Visszamegyünk ezen az úton. Jó sáros. Na, hát van valami tábla. Most vagyunk 1859 méteren. És arra kell menjünk,
Uber, de Müsser Alpen. 30 perc. Most megyünk itt nyíl egyenesen, és reméljük, hogy oda találunk az autóhoz, mert azt hiszem a táblák közül egyik sem pontosan azt mutatta, ami nekünk kell. Nekem csobogsz, kis patak? Nem. Akkor jó. Vannak hasadékok, vagy azért, ahol le kell menni. Le is út, fel is út. Igen. Csak melyik a helyes út? Hát most nekünk csak is a le. Igen. A nagy virág kedvelő. Van mit menni még. Szerintem nem oda lyukadunk ki egyből, ahova kéne, de valahova a főútra. Meglátjuk. Ott zúg le a patak, víz. Hamarosan leérünk valami főútnak néző útban. Hogy merre vissza, azt nem tudom. Jócskán ereszkedtünk le. Minden út Rómába vezet. De most nem Rómába akarunk menni. Igen. Na, leértünk. Mindjárt. Ide az útba, amely hirtelen kezdődik, vagy épp hirtelen lesz vége. Pont kérdése. Nekünk most hirtelen kezdődik. Egy szélesebb kovicsos út. Van várod már, hogy az autóhoz ér? Igen. És leüljél egy kicsit? Igen. Ültünk ma már mi? Ja, egyszer keveset. Egy keveset, jó. Ja. Akkor is büdös lett a gatyán. Szegény. Patak átkelés. Teszteljük ki. Jó mély. Jó mély. Most úgy érzem magamat, mintha kivasaltak volna. Ja, ezzel az útengerrel, mi? Igen. Hát szerencsére csak az utat vasalta. Ja. Kis bocik legelésznek, meg feküsznek. Csak az a baj, hogy mi nem tudjuk, hogy merre kell menjünk. Itt a sok tábla, de el vagyunk egy kicsit téve. Ezért izgalmas a kalandunk ma egy kicsit a végére. Hát, nagyon izgalmas lett a vége. Nem tudjuk, merre van az előre. Ja. Hát én azt mondom, menjünk itt át a tehenek közt. Rézsütősen? Rézsütősen előre. Oké. Okay. Csapjunk a lovak közé. Vagy inkább a tehenek közé. Ja. Hát itt megindultunk a mezőbe, egyenesen le. Valahol abban az irányba kell legyen az autó. Na, leértünk a főúthoz. És jobbra kell még menjünk egy keveset. Végre! Ja, kicsit fárasztó volt így első nekifutásból. Megyünk a főúton, és már mindjárt ott vagyunk a parkolónál. Még max. 5 perc.
Megérkeztünk vissza az autóhoz. Hogy értékeled ezt a mai kirándulást? Nagyon jó volt, a mai is, viszont eléggé elfáradtam azért. Aha. Elég hosszú volt. Igen. Kíváncsi ezek majd a számukra, hogy hány ezer lépést tettünk ma megint meg. Jó. Itt a táskában. Jó. Meg is nézem közben. 15.890 lépés. Hány kilométer? 11,35 kilométer. Szuper! Jó teljesítmény! Köszönjük, hogyha végig velünk tartottatok. Sziasztok!